Sziasztok, Dáci vagyok, a mezitlábas dobos, és beléptem a Király Halott zenekarba. Szeri élettapasztalatom alapján egy történet mindig egy picivel korábban kezdődik, mint ahogy azt a részvevők realizálnák, és ez most sincsen másképpen, úgyhogy ezt a sztorit Ádámtól és Évától fogom indítani. Már ha érdekel, ugyanis ez a videó erről fog szólni. 2021-et írunk, én éppen Sevillában jártam, és akkor találtam rá a Király Halott zenekarra, és olyannyira megtetszett, hogy minden reggel, amikor elmentem futni, akkor őket hallgattam. Olyannyira megtetszett, hogy nem sokkal ezután, amikor a színfesztiválon egy interjút adtam, akkor kérdezték, hogy milyen magyar zenekart hallgatok mostanában, és akkor őket mondtam. Kerestem ezt az interjút az interneten, de sajnos nem találtam, pedig mennyire vagány lenne most bevágni ide. Aztán ugrunk egyet 2022-re, amikor is Botos Gábor bekerült a Király Halottba, és nagyon-nagyon-nagyon megörültem neki, ugyanis Gáborra tök jobban voltunk, a Fishben ródolt nekünk évekig, és egyszerűen csak boldog voltam, hogy végre egy király zenekarban zenél. Nem sokkal később Gábor kereste meg az egyik tanítványomat, hogy lenne-e a Király Halottnak a dobosat, mert hogy Zoli az élet más területére szeretne koncentrálni, és emiatt hamarosan ki fog lépni a zenekarból, és amikor ezt elmesélte nekem, én felhorkantam, hogy persze, hogy elvállalod, ez egy baromi jó zenekar, és még én is beülnék oda nagyon szívesen dobolni. Ő nem vállalta. Aztán kiléptem a Fishből, és Gábor engem keresett meg, hogy nem lenne kedvem-e esetleg nekem zenélni velük együtt, és én megmondtam, hogy hát nem tudom, most léptem ki egy hosszú kapcsolatból. De komolyra fordítva, szóta annyiban maradtunk, hogy egy kicsit még gyalogatnám a sebeimet, és valamikor találkozzunk közösen. Pár hónapok később elmentünk közösen kajálni, megbeszéltük, hogy egy pár dalt megpróbálunk a próbateremben eljátszani, megnézzük, hogy milyenek a közös vibe-ok, milyen a hangulat, és bevallom őszintén, hogy rettegtem ettől a próbától. 4 dal tanultam meg nagyjából ilyen 70%-os állapotra, és ahhoz tudnám a leginkább hasonlítani az érzést, mint amikor egy hosszú kapcsolat után először valaki mással fekszel le. Nagyon régen játszottam másokkal, nagyon régen nem játszottam idegenekkel, és nagyon régen nem játszottam metronomra, és nagyon régen nem játszottam másoknak a dob témáit egész dalon keresztül. És rettenetesen izgultam, de tök jó vibe-ja volt az egész próbának, és ezt jó jelnek tekintettem. Ugyanakkor tartottam attól, hogy milyen lesz újra a közösségben zenélni, milyen lesz a kémia, milyen lesz az együtt töltött idő úgy egyáltalán. Ezt meg is beszéltem a srácokkal, akik tök elfogadóak és szupportívak voltak, és azt beszéltük, hogy lássuk meg a nyarat, próbáljunk, töltsünk el együtt időt, és meglátjuk a végén, hogy milyen egymás társaságával létezni. És most itt vagyunk, eltelt a nyár, és nagyon-nagyon-nagyon jól érzem magam ezekkel a srácokkal, és azt hiszem állíthatom, hogy ők is jól érzik magukat velem. Szuper átgondoltak, szorgalmasak, alázatosak, baromi jó zenét csinálnak, és egész egyszerűen jó egymással időt tölteni. Úgyhogy mire eljutottuk a nyár végére, egyikünkben sem maradt kérdés, hogy közösen fogjuk folytatni a zenélést. Sőt, a jövő héten érkezik az első közös dal egy videoklippel, és szeptember 22-én a Budapest Parkban fogunk élőben közösen debütálni a Tankcsapda előzenekaraként. Szóval, aki kíváncsi, az hallgasson meg minket, és mint tudjátok, a like és a feliratkozás a forróülelés megfelelője az interneten, valamint az algoritmus legjobb barátja, úgyhogy kérlek, hogy ti eszerint, és akkor találkozunk legközelebb is. Csautok!